Adjon Isten mindenkinek, a mai film Székesfehérvárról és Alba régiáról fog szólni. Megnézzük, hogy kik és mikor robbantották fel a koronázó és temetkező bazilikát Fehérváron. Grafikusan próbáljuk megoldani ezt a problémát, mert hogyha figyelembe veszük, hogy a világon van több olyan nyelv, amit nem lehet hazudni, és ennek az egyike például a matematika, aztán a geometria, és van még egy pár nyelv, amin nem lehet hazudni. Bár sokan megteszik pénzért, vagy azért, mert más lelkületűek, tehát idegen lelkűek. Valaki megélhetési történész, valaki megélhetési régész, és nem meri kimondani az igazságot, nem mer kutatni sem, hanem elfogadja azt, amit a biznisz egyház elé nyújt, és benyalja a hazugságot. Hát nézzük meg akkor, mit is találunk. Elsőnek nézzük meg Székesfehérvárt a Wikipédián. Ezt a székesfehérváriak szerkesztették zömében. Tehát a lényeg az itt van, ugye a 15 éves háború során 1601-ben a város átmenetileg sikerült visszafoglalni. Bár az ostromot átvészelte, mégis ekkor pusztult el a Szent István által épített, majd az Anjouk és később Mátyás által kibővített pompás királyi bazilika, amikor a tornyában tárolt puskapor felrobbant. Tehát 1601-ben. Ide betettek illusztrációképpen egy 1601-es metszetet, hogy akkoriban így nézett ki, tehát ez a kör alakú sziget karélyos szerkezettel. Ha kezünkbe veszünk egy könyvet, a címe Székesfehérvár a királyok városa, Veresdé Csaba és Siklósi Gyula készítette, Zrínyi Katonai Kiadó, 1990-es kiadás. Ez egy nagyon jó könyv, nagyon sok mindent összegyűjtöttek, levéltárakból, irattárakból, metszeteket. Kiderül, hogy több fehérvárról van benne szó. Mégis a mai székesfehérváriak ezt a mindent a mai Székesfehérvárra próbálnak ráhúzni. Találkoztam olyannal, aki viszont azt mondta, hát, hogy beszélt a szerzőkkel, és hát azt mondták, hogy mégsem volt olyan jó ez a könyv, mint ahogy szerették volna, mert nem úgy gondolták állítólag. Na nézzük, mit találunk az 51. oldalon. Tehát itt a lényeg az, hogy Székesfehérvárt körös körül, mocsarak veszik körül. Fent már megírtuk, ez Budával és Esztergommal háromszöget alkotva csak nem egyenlő távolságra van tőlük, és csak nem olyan híres is, mint azok. Buda és Esztergom mellett a Duna folyik el. Hát a mai Buda és a mai Esztergom mellett is a Duna folyik el, de hát Fehérvárnak is valahol ezen a környéken kell lennie. Na nézzük akkor, mi van a 72. oldalon a lényeget. Habsburg katonai szakmunkák állandóan hangsúlyozzák, hogy Székesfehérvár Budával és Esztergommal egy egyforma távolságra lévő egyenlő erejű háromszöget képez. Az egyenlő erejű háromszög az egyenlő szárú háromszöget jelent, és nem egyenlő oldalú háromszöget. Vagyis geometriailag, hogyha ezt ráteszük a Google térképre, akkor ez így néz ki. Ezt ugye a műszaki és funkcionális analfabéták számára raktam össze ezt a képet, hogy Esztergom és Székesfehérvár között 78 km a távolság, Esztergom és a budapesti vár között 40,1, a mai Székesfehérvár és a budapesti vár között 58,3 km, ez a Google Earth alapján lemérhető. Az, hogy most itt a budapesti vár az kisbetűvel van írva, vagy nagybetűvel, az teljesen lényegtelen. Lényeg az, hogy van mibe hibát keresni. Na nézzük Székesfehérvár metszetet 1738-ból. Na most ez az ember, aki volt kint Székesfehérváron 1738-ban, és ezt a metszetet elkészítette, ő a mai Székesfehérvárt rajzolta le. Sőt, az alatta lévő metszet, ami 3 évvel később készült, ez is a mai Székesfehérvárt ábrázolja. Onnan lehet tudni, hogy a két metszet és a rajz, vagy nevezzük rajznak és metszetnek, össze lehet hasonlítani. Ha megvan keresve a látószög, a látópont, hogy honnan készült, és a várfalaknak a sarkait
kitűzéseit, kiugrásait, melyik részen vannak íves részek, ezeket elemezzük, akkor kiderül, hogy meg lehet szerkeszteni, hogy honnan is készült ez a metszet, és valójában egy azon ugyanazt a várost ábrázolja, Székesfehérvárt, mégpedig ebből az irányból. Ez a Székesfehérvár, amely a mai Székesfehérvár, köszönő viszonyban sincsen, a karéos szerkezettel rendelkező koronázó várossal, a gyengébe kedvéért az egyik metszet készítő Alba Régia metszetre ráhelyezett egy iránytűt. Na most, hogyha ezt az iránytűt összerakjuk az első katonai felméréssel, és az észak-dél ebbe az irányba van, akkor valami okból ez az észak-dél irány a két városra nem összehozható. Ugyanis észre lehet venni, hogy a budai kapu ezen az oldalon van, de Székesfehérvárnál viszont az északi oldalon van a budai kapu. Hogy lehetséges ez? Hát úgy, hogy ezt a Székesfehérvárnál van ez a műtemplom, amit ma romkertnek hívnak, és fogjuk ezt a székesfehérvári rajzot, és egyszerűen csak ráillesztjük megfelelő méretében a műholdképre, akkor egy pár méteres pontossággal a régészek pontosan így találták fel, és így tárták fel a régi várfalakat, és különböző épületeknek a maradványait. De ami itt fent van az 1601-es ostromrajz, ahol a budai kapu felől van nézve, az viszont köszönő viszonyban sincsen ezzel a várossal. Ha megnézzük, hogy a Székesfehérvár a 13.-16. században hogy nézett ki, tehát mit találtak a régészek, itt a 17-es ponton régi budai kapu, az itt van ezen a részen, hát a mai budapesti Buda felé nyílik. De az északot, hogyha összeforgatjuk a gyengébbek kedvéért, itt az észak, és itt a másikon is az észak, akkor bizony kiderül, hogy a budai kapu nem az északi oldalon van, hanem inkább a dél-keleti oldalon van. Tehát nyilvánvalóan válik, hogy ez a két város nem azonos, és nem egy ugyanazon városról van szó. Ez az a metszet, ahol lehet látni, hogy a háttérben egy folyó körbefolyja, amit különböző metszet készítők más-más néven neveznek meg. Ez a metszet állítólag 1688-ban készült, na most, hogyha az ember készít egy szerződést, vagy bármi mást, elad dolgokat, vagy aláír valamit, az dátumozza. Na most, hogyha a metszeteket dátumozták évszámnak megfelelően, hónapnak és napnak, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy nem másolta egyik a másikról a metszetet, hanem volt kint és megnézte és úgy ábrázolta. Csak az a probléma, hogy ez a metszet 1688-ban készült, és a Wikipédia meg azt állítja, hogy 1601-ben robbantották fel a koronázó templomot. Miközben itt a kör alakú szigetnek a belsején 1688-ban még áll a templom a két tornyával. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy van egy Habsburg metszet is, ez a szép színes, ami Stuhl-Weissenburg néven szerepel, de egyébként Fehérvár ábrázolja, ami nem a mai Székesfehérvár. Ez Nána irányából készült, és itt háttérben a Burda hegyek láthatóak. Itt egy másik Alba Regale néven, hogy H-val van jelölve Vácon, tehát háttérben kellene látni Vácot is. Most, hogy az ember fölmegy Nánán a vasúti töltése, akkor onnan látja a Váci hegyet, ha meg esetleg kimegy a Dunái, akkor megtalálja még tisztábban a Váci hegyet. G betűvel itt a Sárvíz Fluvius van írva. Az az érdekes, hogy ha megnézzük a műholdképeket, hogy a Duna és a Garam hogyan folyik össze, akkor az egyik egyszer sárosabb, mint a másik. És hát nyilvánvalóvá válik, hogy akkor, ha itt a folyó észak-déli, itt meg kelet-nyugati, és itt is kelet-nyugati, akkor a Sárvíz az valójában itt most a Duna nevét viszi magával. Egy következő, itt is Sárvíznek van írva. Van egy festmény ebből a korból, Szulejmán szultánról, ami egy város mellett áll,
Melyik lehet ez a város? Nem más, mint Alba Régia. Ez a terület, ez itt a mai Burda, háttérben a Maróti-hegy, Hosszú-hegy, ez itt a Dunakanyarnál a Szent Tamás-hegy, és ez itt az esztergomi rész. Hogyan lehet ezt bebizonyítani és rátenni metszetek alapján összehasonlítani? Na most a festményen vannak bizonyos tereptárgyak, amik jól felismerhetőek, és a metszetekkel jól azonosíthatóak. Hát megnézzük, hogyha ez az alsó kis kapu a metszeten itt szerepel, egy másik metszeten itt szerepel, egy másik metszeten itt szerepel, akkor hogyha ebből az irányból van festve, akkor háttérben látható a koronázó templom vagy bazilika, itt is a koronázó templom vagy bazilika, ami viszont itt található, aminek valami miatt nincs meg a tornya. ...1601-ben még viszont megvolt az ostromnál. Akkor van 1601. szeptember 20-ai metszet, meg nagyon sok metszet van Fehérvárról, de viszont van egy metszet, ami 1713 és 1715 kézben készült állítólag, tehát az évszám az nem biztos, hogy pontos. Ennek a festménynek a címe Keresztény seregek ostromolják Fehérvárt, és ez az utolsó metszet Fehérvárról. Erről van egy másik hamisított metszet, azon nevezve, hogy Párkányi csata. És van egy másik metszet, ami Buda ostromára van áthamisítva. Most itt egy kicsit pörgetni fogom a lapokat, ezt a hármat, hogy lehessen látni, hogy melyik kiről másolta le, és miért egyezik minden tereptárgy, domborzat, hajó, folyó, sáncok, csapatok, csapatmozgások. Tehát ez a metszet ez annyira eredeti, hogy ide beírták, hogy Fehérvárt ostromolják keresztény seregek. Csak ezt leradírozták róla. Ugyanis, hogyha a keresztény seregek ilyen felebaráti szeretetből, hogy a magyart végképp kiírtani, ilyen igével jönnek ide, és hát a katolikus egyházra támaszkodnak, hogy ne a bűneinket nézzed, hanem a egyházunk hitét, hát akkor elgondolkodható az, hogy ezek mennyire keresztények és mennyire felebarátok. Na most ez a metszet, ez át van hamisítva 1686-ra, Hóger részkarca. Érdekes, hogyha 1686-ban ostromolják így a keresztény seregek, akkor 1688-ban, tehát két évvel később még mi a francot állott a kéttornyú templom? Íme, május 19-én. Tehát a két dátum között van probléma. Valaki hazudik, valaki szándékosan téved. Na nézzük, hogy ez a kanyargós Duna rész, ami itt van, itt kelet-nyugati irányú a folyó, itt észak-déli, háttérben itt a Táti-szigetek, itt a fényképen látható, hogy kelet-nyugati, Esztergomnál észak-déli, és háttérben a területet körbefolyja a Duna. Itt a vasúti sín, itt egy erősebb nagyítással. Ez a helyszínen készült fotó és metszetet össze lehet hasonlítani. Itt van közvetlen előttünk a kör alakú sziget Alba Régia városa. Ha egy kicsit távolabb megyünk Nánától, tehát a falu határától kb. 500 méterre, 700 méterre eltávolodunk, akkor ezt a látványt a bekötő útnál le tudjuk fotózni, le tudjuk ellenőrizni. Itt a metszet szerint van egy őrtorony, ez megtalálható Bajtától kb. 500 méterre az elágazástól, erről készült egy kisfilm. Itt volt fönt egy bástya, ez háttérben itt megtalálható. Ez a bástyának a romja megtalálható ezen a hegycsúcsnál. Ez a településrész,
ez megtalálható ezen a részen, ebbe a pincébe még voltam is bent, erről készült egy videó is. Erről a Bástya országról a romja itt van fent, erről van egy festmény is, Lengyelország Częstochowában, a Pálos Kolostorban. A pálosokat mészárolják Budán, az a metszetnek a címe, és a Duna másik oldalán, ahol Pestnek kéne lennie, nagy hegy van, és a hegynek az oldalában látható ez a bástya, vagy hát ez a vár, ami egy Mátyás korabeli metszeten is, ami Esztergomot ábrázolja, ezen is szerepel. És akkor itt meglátható, ez itt Attila városa van, vázlatosan felrajzolva, ez itt a mai Szamárhegy, ez meg itt a Esztergom. Háttérben a vaskapu és a többi létesítmény. Na, hogyha Zimmermann 1601. október 13-án le tudta rajzolni Albarégia városát egy dombtetőről, innen, és a város itt van előtte, és itt van a csapatmozgás. Most, hogyha én elmegyek egy helyszínre, és le tudom rajzolni, ugyanazt lerajzolni, lefotózni, ugyanazt a domborzatot, mint amit a metszetkészítő akkor lerajzolt, akkor az az emberke volt a helyszínen, és nem egy másikról másolta le, vagy hallotta azt, aki látta verzió van, hanem itt ténylegesen körülbelül erről a helyről készült ez a fajta metszet, tehát itt a, erről a dombról. Itt van mellette nem messze egyébként a fénykép készítésének a helyétől az a pince, ahova be lehet mászni. És Fehérvár végül is durván így nézett ki. Na most, hogyha tovább lapozunk ebben a könyvben, a fehérvári könyvben, akkor észre lehet venni, hogy leírják, hogy az egyház alá volt aknázva, és az aknák minden pillanatban felrobbanhattak. De hogy ez mégsem történt meg, mindaddig, míg csak a herceg és a kísérete el nem távozott az Isten tiszteletről. Aztán történt, hogy látták levegőbe repülni a magyarok régi vallási emlékét. Na most kérdéses az, hogy ez mikor jelent meg, ez a fajta közlemény vagy beszámoló, mert viszont a könyvben nincsen sajnos ez dátumozva. Hogy lehet az, hogy a győztes és német seregek, győztes magyar és német seregek, ha megnyerték a csatát és a törököt lefegyverezték, elvitték, utána elmennek Isten tiszteletre, akkor ki tudja felrobbantani a koronázó templomot, anélkül, hogy nem szabotálta volna a raboknak a fogvatartását. Szóval kicsit, ha tovább lapozunk, akkor kiderül, hogy állítólag a török robbantotta fel 1601. szeptember 19-én a Székesegyházat, tehát 1601. szeptember 19. Majd Scheimacher 1601. szeptember 20-án föl kell az ágyból álmosan, fölmegy a dombra, és lerajzolja Fehérvárt, a fel nem robbantott koronázó templommal. Itt van a két tornya. Majd Peter Zimmermann 1601. szeptember 13-án fölmegy a dombra, lerajzolja Albarégia városát, nem emlékezetből, nem másról másolta, fölmegy a dombra, lerajzolja Albarégia városát a két tornyú templomával. Íme. Hát, ha jól emlékszem, a szeptember, október, november, vagy így következnek a dátumok egymás, vagy a hónapok egymás után. Tehát erről a helyszínről van szó, ahonnan készült ez a metszet. Majd ez a Peter Zimmermann 1602-ben is lerajzolja Fehérvárt, ahol szintén rajta van a Székesegyház koronázó temploma és temetkezőhelye a két tornyával. Itt már azért lehet látni, hogy vannak itt dzsámik, vagy minaretek. Oda mennek fel a bőrharangok. És mindez a budai kapu felől készült. Na most visszatérünk, akkor Habsburg katonai szakmunkák állandóan hangsúlyozták. Székesfehérvár Budával és Esztergommal egy egyforma távolságra lévő és egyenlő erejű háromszöget képez. Tehát ez az egyenlő erejű, ez az egyenlő elejű
tehát egyenlő szárú háromszöget képez. Ez Esztergomról, hogyha a körzővel kikörzünk a térképen, akkor ez 4,6 km, és a Garam mentén megtaláljuk Albarégia városát, 4,6 km-re kelet irányba, a ma Szamárhegynek nevezett hegyen, ami korábban Attila hegy volt, megtaláljuk Attila király városát, vagyis Buda várát. Tehát lényegében ez itt Albarégia városa, műholdképről. Ez egy 2004-es műholdkép aratás után, 2009-es, 2011-es, még egy 2011-es, 2014-es, 2015-ös, 2017-es, 2017-es. Érdekes, hogy vannak olyan régészek, akik szeretnek műholdképről felismerni településeket, falvakat, csak nem értem, hogy miért nem ugranak rá egy ilyen jelentőségű városra. Lehet, hogy azért, vagy mert bicskával keresztelték őket, vagy megélhetési régészek, vagy megélhetési történészek, és hát nem mernek szembe menni az akadémiával, miközben kiderül, hogy hazugságot tanít. Vagy hát nevezzük szándékos tévedésnek, kegyes hazugságnak. Tehát, hogyha az ember felismer itt a kör alakú szigetet, rajta a koronázó templomot, ami nem volt kicsi. A probléma az az, hogy a metszetet, hogyha megfelelő nagyságra nagyítjuk, tehát nem torzítjuk, nem úgy, mint a többi kutató, akkor észrevehetjük, hogy ez tökéletesen fedésbe tud kerülni. Sőt, hogyha veszük azt a metszetet, ahol megvan az északi kiirány is jelölve, ez az 1601-es metszet, és ezt ráillesztjük a Google Earth-ös műholdképre, így, hogy az égtájak stimmeljenek, akkor fedésbe kerül egy több mint 200 méter hosszú vizes árok, ami a mai napig is egy árok, fedésbe kerül a kör alakú sziget, és fedésbe kerül a koronázó templom is. A helyszínen végzett kis árokásásról egy kép, hogy azokon a részeken, ahol kilátszódik a fal mintázata, hogy hol helyezkedett el a koronázó templom, itt egy rétegrendet mutatok be, tehát van 50 cm termőtalaj, alatta 30 cm folyami kavics, alatta megint 50 cm, 55 cm termőtalaj, ugyanolyan termőtalaj, ami itt fönt található meg, azon van egy folyami kavics réteg, és itt az aljában, itt már a koronázó templomnak az alapja található meg, ugyanis hogyha a régész, történész elmenne egy építészhez, vagy megkérne egy építész, hogy ugyan már egy ekkora templomnak, ilyen méretű tömeggel rendelkező létesítménynek mekkora alapra van szüksége, hogy föl lehessen építeni, és ne roppanjon meg az alapja, ne repedjenek meg a falak, akkor hogyha egy kis statikai számítást végez, akkor kiderül, hogy mekkora a hasznos teher, a járulékos teher, és mivel kell számolni egy alap méretezésnél, hogyha a talaj ilyen szemcseszerkezetű. Tehát az árokásás, kutatóárokásás során előkerültek fehér mészkődarabok, márványdarabok, cserépedénydarabok. Ezeket visszahelyeztem biztonsági okokból, hogy ne maradjon nálam, mert ez nem az én illetékességem, hogy ez fel legyen tárva. Itt össze lehet hasonlítani a helyszínen lévő domborzatot egy metszettel, háttérben az esztergomi bazilika. Le lehet tölteni az internetről, hogy az 1369-es helyrezi számú ingatlan az szántóföldnek van minősítve, itt kékkel ki van emelve. Le lehet tölteni, hogy ez a terület, ez hány négyzetméter, ki a tulajdonosa, és itt a helyrezi szám is látható, hogy 1369-es helyrezi számmal.
Szent Miklós téren. Ez itt a papi földek egyébként, úgy hívják. Kiderült, hogy Alba Régia köveit 1702-ben Lipót hordatja el Bécsbe hajóval a Dunán. És ez a gyönyörű szép vár, ez a szép vár elköltözik darabjaiban, és elmegy Bécsbe, ahol felépül egy másik szép vár, aminek úgy néz ki, hogy a neve Schönbrunn. Ha a vakolat alatt meg lehet találni az andezit tufa köveket, és meg lehet találni ezeket a márványdarabokat, amiknek a kutatóárokból is előjönnek darabjai, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy Schönbrunn bizony Alba Régia városából épült részben. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldjon mindenkit, a megélhetési régészek meg gondolkodjanak el azon, hogy ha magyar nyelvű a személyigazolványuk, és a magyar földön nevelkedtek, mennyire magyarok. Mert a hit az csak egy meggyőződés. Az, hogy kiben milyen vér folyik, az már egész más. Na, Isten, Isten!